A fizikai érettségi második részében számítási feladatokat kell megoldani. Ezek közül nézzük most az elsőt. Egy száraz levegői szaunában a levegő 100 Celsius fokos. Az izzadság elpárolgatásával távozó hőmennyiség az megegyezik azzal a hőmennyiséggel, ami az emberi testet melegítené, hogyha ez a hő nem távozna. Párolgásból származó hőt azt könnyedén kiszámíthatjuk, úgyhogy ha a párolgás hőt azt megszorozzuk az elpárolandó víznek a tömegével, és az így kapott értéket egyenlővé tesszük az emberi szervezet által felvevendő hővel, amit ugye C szerem szer delta T összefüggés alapján számíthatunk ki. Az egyenlet átrendezésével megkaphatjuk azt, hogy a hőmérséklet változásunk az körülbelül 2 Celsius fok, tehát hogyha nem izzadnánk szaunázás közben, akkor körülbelül 2 Celsius fokkal emelkedne meg az átlagos testhőmérsékletünk. A falatnak van egy B része is. Sokszor úgy növelik a hőérzetet, hogy emelik a levegő páratartalmát. Ehhez vizet locsolnak a forró lávakövekre. Tegyük fel, hogy egy edényben 5 kg 500 Celsius fokos lávakő van. Átlagosan mennyivel hűl le a kő, ha negyed liter 40 Celsius fokos vizet öntünk rá, ami mind felforr. A kőre öntött víz nagyon gyorsan felmelegszik és elforr. A melegedés közbeni párolgás elhanyagolható. A levegőt tekintsük e közben végig 100 Celsius fok hőmérsékletűnek. A víz párolgásője, a lávak fajhője, a víz fajhője mind-mind adottak a feladat megoldásához. Hasonlóan járhatunk el, mint a feladat A részénél. A víz felmelegítéséhez és elforralásához szükséges hőmennyiség fogja hűteni a lávakövünket. Tehát először a víz felmelegszik 40 Celsius fokról 100 Celsius fokra, ezt a C víz szer M víz szer delta T összefüggésből számíthatjuk ki, majd a 100 Celsius fokos vízünk az mind vízgőzzé változik, azaz felforr, ezt az a forráshoz szükséges hőmennyiség lesz, amit ugye a forráshő és a tömeg szorzataként számíthatunk ki, vagyis LF szer M végformában. Az így kapott hőmennyiségünk megegyezik azzal a hőmennyiséggel, amennyivel a kő hőmennyisége csökken. Ezt ugye a C szerem szer delta T összefüggésből számíthatjuk ki. Az egyenlet átrendezése után azt kapjuk, hogy a kő körülbelül 144 Celsius fokkal hűl le, azaz körülbelül 355-360 Celsius fokos lesz ez a forró lávakő a hűtés követően. Második számítási feladat következik. Egy gömb alakú, gömbszimmetrikus, anyageloszlású, 900 km sugarú bolygó körül két űrszonda kering körpályán. Az egyik űrszonda sebessége 4800 méter per szekundum. Pályájának sugara 50.000 km. A másik szonda pályájának sugara 30.000 km. Mekkora a bolygó átlag sűrűsége? A bolygó sugarát ismerjük, így a bolygó térfogatát könnyen ki tudjuk számítani, hogy a bolygót gömbnek tekintjük, 4/3 R köbször pi összefüggés után, ügyelve arra, hogy a bolygó sugarát azt méterre átváltsuk, megkaphatjuk, hogy ez 3,05 század, szóval 10^21 köbméter. A tömegének a meghatározása egy kicsit már nehézkesebb. A bolygó körül körpályán kering az űrszonda. A körmozgás dinamikai feltétele az, hogy a testre ható erőkeredője a kör középpontja felé mutasson, és ennek nagysága m szer v négyzet per r legyen. A testre ható erők megfejtésében nem kell túlságosan sok erőt felsorakoztatnunk, ugye most itt a bolygó által kifejtett gravitációs erő lesz az, ami a testünket körpályán tartja. Ezt az erőt megkaphatjuk a Newton-féle gravitációs erőtörvényből, amely a
gammászor M1-szer M2-ben elmélyített összefüggés alapján írható fel. A két összefüggést egymás egyenlővé téve az űrszonda tömege kiesik és kifejezhetővé válik a bolygó tömege, amit ezek után ki tudunk számítani. A bolygó tömege ez körülbelül 1,73 × 10^25 kg. Ezek után a sűrűség már könnyedén meghatározható, hiszen tudjuk, hogy a sűrűség az tömeg per térfoga, ρ egyenlő m per v, és így a bolygó sűrűsége megint csak körülbelül 5660 kg per köbméternek adódik. A B kérdés a másik űrszondáról szól, a kérdés pedig így hangzik, mekkora a másik űrszonda sebessége? Az űrszonda sebességének meghatározásához talán a legegyszerűbb az előző utat követnünk. Megint csak felírjuk a körmozgás dinamikai feltételét, azt, hogy a testre hatók erők elvője a kör középpontja felé mutat, és ezek nagysáv m szer v négyzet per r. Ezt az erőt ugyancsak a gravitációs erő fogja szolgáltatni. A két egyetet megint egyenlővé tehetjük egymással, az űrszonda tömege itt is kiesik, és ugyelve arra, hogy most már a második űrszonda körbejárati sugarát helyettesítsük be a képletbe, meghatározható az űrszonda sebessége, ami 6190 méter per szekundum körüli sebességnek adódik. Ezt a feladatot megoldhattuk volna másképpen is, például Kepler törvényének segítségével, a két űrszondára ugyanúgy érvényes Kepler törvénye, mint a bolygókra, ez esetben azonban meg kellett volna határozni mindkét űrszondának a keringési idejét, és utána aztán abból kiszámítani a sebességet is. Ez egy kicsit hosszabb megoldás lett volna, ezért ezt utat választottam, de természetesen erre is a maximális pontszám megadható, hogy valaki Kepler törvényeivel számolt.